Sziasztok! Első biciklis élményei Olivernek. Nagyon ügyesen biciklizel. Pedig nagyon ügyesen biciklizel, szívem. Nem. Úgyhogy nekünk nem is be kell szereznünk. Hagyjad már. Én már nagyon régóta beszeretnék köszönni, de egyszerűen mindig történik valami, és most sincs erre idő. Most például Oliver fára mászik, vagyis az apukája felrakja a fára, ami nem tudom, hogy miért olyan jó dolog. De ez zajlik az élet, hétvége van, és sziasztok! Üdvözlök titeket a vlogban! Nem etetjük, ma már ötször megetettük a halakat. Neki nagyon fontos a napi ötszöri étkezés, de nem a halaknak. Igen. Itt vagyunk Gyulán, Daniéknál, és hát innen még nem volt videóm, úgyhogy most gondoltam, hogy akkor innen is mutassuk meg a mi kis életünket, hogy élünk itt, mit csinálunk, mit nem, hol alszunk, hogy alszunk, hogy nem. És ugye korán reggel elindítottuk a napot, átmentünk, képzeljétek el, Csabára, először is piacra, hogy beszerezzük az alapanyagokat a holnapi süteményhez, amit még nem árulok el, de piacon jártunk, mindenféle dolgot vettünk, és a gyümölcsökön kívül végre vettem az én saját kis veteményesembe palántákat, mert alig várom, hogy az Erkére ezeket is megcsináljam, úgyhogy ezeket is beszereztük. Vettem petrezselymet, bazsalikomot, kis paradicsomot, itt vettem még rozmaringot, mentát, mindenféle jó dolgot beszereztünk. Mit pápázol? Vigyázz, mert jön a bicikli. Kám, te ne pápázzál! Aztán pedig tovább mentünk, mert egy anyuka írta nekem, hogy ott Békés Csabán van egy nagyon király játszótér, óriási, nagy, mindenféle új dologgal, játékkal, és hát tényleg nagyon király. Azt hiszem, hogy egész délelőttet el lehetne ott tölteni, annyi minden új dolog van rajta, hogy Oliver iszonyatosan élvezte, tele van labirintussal. Bújjál, megyünk, megkeresünk! Alagúttal, amin át lehet mászni, csúszdákkal, egy csomó fejlesztő dologgal, angolul vannak írva a szavak, pörgetni lehet, forgatni mindent, úgyhogy a kisgyerekeknek tényleg igazán jó ez a játszó, és ahogy itt látjátok, óriási nagy csúszdákat terveztek ide be a domboldalra, amit őszintén megmondok, nem annyira értem, hogy ezt hogy gondolták, életveszélyes ránézésre is, úgyhogy jelenleg igen, ők is ezt így felübíreltek, és a mai napig ez a terület le van zárva, és nem lehet használni a csúszdákat, mert tényleg életveszélyes, brutál meredek. És azóta aludtunk egy hatalmasat, hál' Isten Olivier nagyon jól alszik, délutánonként, ebéd után mindig megvan a két óra, most pedig indulunk tovább, mert megy programozni a nagy család. Veszed vissza a sapkádat a gyorsan! De figyelj már! Te mit csinálsz ott? Hogy mondod, hogy cheese, Oli? Te ide mond! Az első közös biciklis kalandunk. Hát nagyon ügyesek vagytok, és nagyon jól néztek ki. Innentől kezdve csak így szeretnék közlekedni Budapesten, Dánián. Esőben is, meg télen is? Akár. A lehetőségem legyen meg rá. Tiszta koppenhágai bringás leszel. Igen, szóval venni szeretnék egy biciklis, hogy egy üdés volt. Szeretnél biciklit, törpe? Hát jó. Daninak minden álma, hogy egy ilyen fűnyíros traktort vegyen. Solival így nyírják a füvet majd a jövőbeli kertünkben. Oli kormányoz, ez igen! Szia, Oli! Hiszitek el, hogy itt mit találtunk. Az egyik kisfiúnak ez a járgánya. Ez még Dani is élvezi. A karokkal irányítják. Hogy megy a gép? Tetszik, Oli? Tetszik neki. Szerintem ott fel lenne. Ne, ezzel csak a karral. Ez még nem Olinak való, igen. Ez egy nagyon király. Jó reggelt! Jó reggelt! Micsoda fejem, kérem! Te inkább te fogd, kérlek, mert hát, te szebb vagy. Én nem. Te nem? Jaj! Itt ébredezünk éppen. Oliver ott alszik abba a kockóba.
Ott megcsináltad neki lent a szivacsot. Úgyhogy nagyon jó így együtt aludni, nem? Igen. És nem is kelt este? Hát de egyszer felébredt amúgy. Nekem adtam neki kis innivalót, de így most sokkal jobbat alszunk, úgyhogy egész jók az éjszakák. Ébredezünk, de itt legalább gyorsabban visszaalszunk. Tényleg annyi minden történt, hogy szinte sötétedésbe értünk haza, úgyhogy azért nem is kameráztunk már. Úgyhogy most, good morning everybody, induljon a nap. You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now... Elég lassan indult el ez a mai reggelünk, kint még nagyon rossz az idő, egész éjszaka esett, úgyhogy picit hűvös van, ezért a fiúk bent játszottak Oliverrel, ameddig én egy kicsit rendbe tettem a szobát, egyébként ígértem, megmutatom nektek, hogy hol alszunk. Ugye ez volt Dani szobája, úgyhogy mi mindig itt húzzuk meg magunkat ebben a szobában, itt szoktunk mi aludni, és akkor itt volt addig Oliver kiságya, amit most lecseréltünk, és ő is most itt alszik mellettünk a szivacson. Ezt is így megcsináltam, mert a szivacs maga az Olivernek nem elég, sajnos ő össze-vissza mászik éjjel, úgyhogy megcsináltam ezt ilyen kuckóssal, kiegészítettem párnákkal, takarókkal, úgyhogy most itt aztán bármerre foroghat, és nem esik le a szivacsról. És ameddig a fiúk bent játszanak, most az a következő terv, hogy amit tegnap bevásároltunk a piacon nagyon sok epret, abból elkészítjük Dani egyik kedvenc süteményét, az epreskrémest. Ha-hó! Igen, ő még elég lusta és fáj a feje, úgyhogy nem még lusta. Próbálja összeszedni magát. De mondtam, hogy Olikával te fogsz játszani, ameddig mi elkészítjük az epreskrémest. Képzeld. Csak az epreskrémes szót hallottam. 5 tojás popiskótát készítünk, válasszátok szét a tojásokat, a fehérjét kemény habbá, verjétek fel, mehet bele a cukor, majd egyesével a sárgája is. Igen, Oli hisztizik. Kivett hozzá a liszt, ezt külön kell kézzel hozzákeverni, 3 evőkanál rétes liszt, majd 2 evőkanál sima lisztet is tegyetek bele és keverjétek el. Sütőpapíron oszlassátok el egyenletesen a tésztát, majd mehet 180 fokon 10-15 percig a sütőbe. Jöhet rá a zsemlemorzsa, hogy ne áztassal a gyümölcs, megszórjuk eperrel, és jöhet a krém. Tojás sárgájából kikeverem a cukrot, a vaníliás cukrot, hozzáadom a lisztet, majd szép apránként felöntöm tejjel, amit felfőzök. Ha kész, akkor mehet bele forrón a baj, közben a tojásfehérjét felverjük, és belekeverjük a forró krémbe. Fontos, még melegen tegyétek rá a gyümölcsre. A teljes receptet megtaláljátok a leírásban. Hát az epreskrémesünk elkészült, közben kisütött a nap. Oliver eléggé felélett. Úgyhogy a nap további részében most meglátogatjuk majd a dédiket, mert náluk még nem voltunk, úgyhogy látogató lesz, meg kaja, meg családi rendezvény, úgyhogy szerintem én el is köszönök. Dani, te csinálsz videót itt a hétvégén? Nem. Pedig akartam mondani, hogy megmutathatnánk a kertet, hogy Oliver miket élvez a legjobban, de akkor ezt majd legközelebb, sajnos. Remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, akkor lájkoljátok és sziasztok! Oli, mondod nekik a sziasztok, pápa!